Na, hát ez érdekes. De megnézzük a neten is. Nincs demo szerintem. Nincs. Hamarosan. Nincs. Nincs demo. Nincs semmi. Pedig be vagyok jelentkezve, ez elvileg látszik. Nincs demo. De nekem meg mégis van, mert kaptam hozzá kulcsot. Igazából igényeltem, és utána, tehát magától nem ment ez a dolog. Ez pedig nem Windows, hanem a Linux Mintnak a 21-ese, amiben egy 5,4-es Cinnamon van, meg 5,15-es kell, mit tudom én. Mindegy. Az egésznek az a lényege, hogy egy olyan demóval játszom, egy olyan játékot indítok el, ami még kész sincs. Természetesen nem, hogy magyar nyelv nincs benne, de még bugos is. Annyira új, hogy le a kalapa. Az egész arról szól, hogy Welcome to Bulwark Evolving Demo. Ez a demo bemutatja, hogyan kell improvised and expanded upon for the duration of development. Tehát ahogy épül, ahogy készül ez az egész játék, úgy fog nőni, bővülni, szépülni, stb. Valamennyire itt az elején vagyok, tehát nem egy nagy fordulatszámot kell elképzelni, de beállítások. A beállításoknál nyelv, hát ez gatya, hát csak angol van. Framerate counter, ez elvileg tök fölösleges, mert a Steam-ben magában is van egy Surveyor, ez a repülő, amivel utazunk, hogy ez kövesse vagy ne, képernyőgombok legyenek, vibráció legyen, hát ez elvileg a controller irányítóknak ér valamit, aztán van ilyen méretbeállítása, hogy legyen nagyobb, kisebb a felület, hogy az jobb, könnyebb, nem tudom. Aztán milyen színű vagy, itt többféle szín van, van főhangerő, hogy az halk legyen, van zene, hát ezt mondjuk nekem annyira nem tetszik. Nem pontosan ehhez a világhoz való ilyen, szerintem nem passzol annyira. Van voice, tehát vannak ilyen emberkék, akik egyfolytában javasolnak dolgokat, itt van a framerate, hogy vertikál szinkhez, vagy annyi, amennyit akarsz, mennyire legyen jó a vizuális minőség, hogy nézzen ki a anti-aliasing, hogy mennyire látszik egyébként itt a háttéren látszik, hogy mennyire veszi komolyan a dolgot, hogy MSAA vagy csak sima FXAA, hogy melyik néz ki jobban, melyik szebb, jobb. Nem tudom, szerintem, nem tudom, nyilván ez jó. Aztán van ez a post-processing, ez a köd állítása, hogy ki lehet kapcsolni, meg maxra állítani, meg nem tudom, szerintem, de ki olyan állítja, mi erre akarja. Oké, kampánymód. A kampánymóddal kezdtem, és eljutottam pár dolgot már megbírtam csinálni. Ez a kampány mód, ahol meg tudod próbálni, ki tudod magad próbálni. Azért akadtam most el egy kicsit, mert itt a háttérben, itt már városok vannak, és az előző verzióban ezek nem voltak, és én úgy emlékszem, hogy ezek a forgóképek, amik itt vannak, ezek az én városaim, tehát valamiféle mentett állást látunk itt. Természetesen nem a nullára fogom kezdeni, játék közben fogom kireszetelni az egészet, hogy lássátok, hogy mégis hogyan működik ez az egész, úgyhogy visszamegyek a betöltött játékra. Na hát így néz ki, hát igen, szóval van egy ilyen kis repülőgépünk, amivel tudunk itt jönni-menni, vannak itt már relatív magas házaink, ugye minél magasabbak a házak, annál több mindent lehet szállítani, annál több mindent el tudsz érni. De az egész játéknak az a lényege, hogy vannak, mindjárt mutatok egy párat, itt van például egy kőbánya, ez pirossal be van karikázva, van pár daru,
ilyesmi, itt van fa vágók, ilyen fa fűrésztelepek, és bizony nem egyből közel van, itt már vannak ilyen hadihajóim, neki is ment, ügyes vagy. Nem én irányítom hajót, csak azt, hogy ő éppen merre haladjon. Itt vannak a ércbányák, ahol éppen olvasszák a vasat, és a vasat szállítják át a városba. Hát valami effélét kéne elképzelni. Közben megy le a nap, és egyre sötétebb. Szóval van egy ilyen nagyon nagy térképünk, és a nagyon nagy térképen én már előre haladtam, jó pár dolgot felfedeztem, itt vannak kitermelő helyek, ezeket át lehet teleportálni ide, és akkor egyből itt vagyok ezen a másik helyen. Csak azokra a helyekre lehet átteleportálni, ami már tied. Ha megnyomjuk a tabot, akkor látjuk azt, hogy melyik bányából, illetve melyik helyről mi az, ami éppen érkezik. Itt éppen van 13 új ember. Ez egy ilyen óvoda, iskola szerűség. És akkor itt ezen a részen itt gyártják a vasat. Ezt persze kikapcsolom, mert marhára nem látni tőlük semmit. Itt van egy ilyen nagymester. Ezt azt hiszem úgy hívják, hogy mi annak a neve? Forge Master. A Forge Master ez fel duplikálja, nem tudom, a termelést a kályhák, a kazánok közelében, és ha őket kötöd össze ilyen kőhidakkal, akkor a termelésre is eléggé jótékony hatással van. Vannak ilyen továbbépítési lehetőségek. Ez azért ilyen nagyon vicces, mindjárt megmutatom, hogy melyik mit jelent, de ahhoz az egész játékot előről, újra előről el kell kezdenem. Úgyhogy kilépünk a főmenübe, és a főmenüben nyomunk egy resetet. A reset megnyomásával természetesen az összes városunk, az összes kőhíd, az összes... Hát úgy minden megy a levesbe. De nem baj, mert az elején is vicces a játék, úgyhogy teljesen kireseteltük az egészet. Van free build mód, ez nagyjából olyan, mint a kampány, csak nincs három külön szigetre lezárva. És így van, most már jól látjuk, tehát mind a három helyen üres helyek, üres hegységek, üres fjordok láthatók. És akkor kezdjük az első része. Természetesen ez azért ilyen túlkönnyített rész, mert hát első rész, hát itt nem egyből a legnehezebb részekbe dob be minket a számítógép, illetve hát a játék készítője. Szó szerint minden ide van téve a lábunkhoz, tehát teszünk először is megállna, ez mondjuk jó lenne. Nem én irányítom ezt a repülőt, hanem egy program sor, ami próbál oda menni, amit én mondok, csak hát nem mindig sikerül neki, mert ez nem igazán ügyes. De mindegy, szóval ide fogjuk tenni majd a fakitermelést, a deszkagyárat, mondjuk így. De legelőször nekünk kellene egy főbázis. A főbázis azért marha fontos, mert a főbázis fogja ellátni, hát úgy kb. Emberrel az egész mindent. Amíg a többit le nem tesszük, addig ezek lesznek itt a... Itt lesz a deszkagyár, most visszamegyünk ide. Ugye ez már nem volt összekötve, most kötöttem össze. Egyelőre semmi másunk nincsen, csak fa. Tehát négy fát termel a deszkagyár, és három munkás termel a bázis. Természetesen nem kell itt megállni. Úgyhogy szépen, mit tudom én, átmenjünk, mondjuk így. És következő házak marha fontosak lesznek. Például teszek még jó pár fát. Még egyelőre nem látjuk a balososokat, de később nagyon fog kelleni, hogy ha kevés fakitermelőt teszünk, akkor mi isszuk meg a levét. Ez nem olyan vicces, mert nekünk nagyon sok fa fog kelleni, nagyon sok kő, és hát minden, amiből termelni lehet, abból több fog kelleni nekünk, úgyhogy most egy picit ezt körbeépítem, és hogyha körbeépítettem, akkor mindet összekötöm mindegyikkel, meg fogja mutatni, hogyha mindegyik kapcsolatban van mindegyikkel, akkor több a termelés is, ami nekünk egyébként nagyon jó, mert ugye minél több a termelés, mi nekünk annál jobb. Most éppen plusz 0, meg plusz 5. Direkt nem kötöm össze a bázissal,
hogy lehessen látni, hogy mégis mekkora a különbség azzal, hogyha mindegyik össze van kötve mindegyikkel, akkor ez itt 9-et termel. Ez az egy csávó, amit ugye nem kötöttem semmihez, csak a főbázishoz, ez 4-et termel. Ez természetesen nem igazán nyerő. Úgyhogy ezeket a srácokat itt bekötjük, és még több a termelésünk, ami mondjuk így nekünk legyen mondva. Amikor éppen dolgozunk, akkor a repülő általában útba szokott lenni, és eléggé nagy ilyen zavaró hatást vett ki. Egyelőre nem építem tovább, ezt elvileg látjátok, hogy sokkal-sokkal többet termel. A bölcsőde, óvoda, iskola is, vagy mi ez? Tehát ez is már 6-ot termel, ami tök jó. Minél több helyre kötöm be, mindig plusz egyet nő az ő termelése, ami tök jó. Ahogy látom. Na, szóval menjünk tovább, mert itt is van mit csinálni. Mivel már van fánk, a bal oldalt alul látjuk, hogy van 1, 2, 3, 4, 5, 6 hídon átmenni képes munkásunk. Van azonban annyi fánk, hogy 21 hídon át tudnak menni. Úgyhogy ezt most egy kicsit máshogy is meg fogom csinálni, mert közben esik az eső, hull a szél, meg mit tudom én. Úgy van, hogy ezekre a területekre, amik sekélyvizek, de lehet építeni, úgyhogy nem tudom, mondjuk ide. Azt akarom megnézni, hogy ezen a részen mennyire lát el, de ez még bőven ellát ideg, hogy ezt le lehet törölni. Következőt még messzebb tesszük. Ezt is még messzebb. Természetesen úgy van, hogy minél többféle helyet csinálok, mind a hármat ellátja. Ennél kiebb már nem kéne menni. Nem tudom, meg kéne oldalom azt, hogy melyik lenne mondjuk az ideális hely. Az, hogy jó lenne így ráérezni. De az a lényeg, hogy ezt az egész világos kék területet el tudnám foglalni. Kezdjük fölépíteni a... Ja, az kell kő. Igen, úgyhogy az kell a repülő. A repülő az, ami kő fejtőket, vasérc kitermelő egységeket, illetve további olyan dolgokat tud gyártani, amit a lakosok lenn a földön nem. Tehát több kőfejtést kell csinálni, mert ugye minél többet kötök össze belőlük, annál több az össztermelés és a pertermelés. Tehát minél többet csinálok, annál több termelésem lesz. Darunként is, és így összesen is, és mindahogy is, és különben is. Kicsit furcsa még így az irányítás, mert elég új játék, aztán mindjárt teszek még középre, megpróbálok még egyet tenni, hát mennyiben lehet. Jó, hát ez ennyi volt, köszönjük, viszlát. Így. Kicsit csúnya itt a híd ezen a részen. Későbbiek folyamán természetesen ez már át fog alakulni, mert ahogy van kőtermelés, ahogy lesz vastermelés, úgy egyre modernebb hidak lesznek, és egyre komolyabban fogják venni a szállítmányozást. Tehát így az elején még ilyen gyerekcipőben jár ez az egész, de mindegyik mellett ilyen iparterületek létesülnek, és mindenki összedolgozik mindenkivel, és hát ilyen dominó elv alapján, minél több helyen megint itt az utarabuló. Minél többen dolgoznak együtt, annál több az össztermelés, és hát ez de jó. Ez most véletlenül még egy pluszváros lett. Így viszont ezt a csávót, amit éppen most látunk, ezt már ellátjuk kővel, fával, mindennel. Tehát kicsit följebb lehet építeni. Na, az a lényege, hogy többféle alakzat van. A kör alakú alakzat az a bázisa, nevezzük kőtoronynak, illetve bástyának, és ha rajta akarunk fejleszteni, a háromszög mindig a védelem. Tehát van egy ilyen támadás elleni védelem, erősítés, valami ilyesmi, de az nekünk nem kell, akkor ugye a shift-tel le lehet bontani. Úgyhogy nekünk igazából nem ez kellene, hanem ide alulra. Minél szélesebb kéne legyen ez az egész, mert minél lejjebb van
minél szélesebb ez az egész alapozás, annál több ember tudod a házakat építeni, tehát annál nagyobb a létszám, a munkalétszám, és minél több emberünknek van lakóhelye, az nekünk annál jobb, tehát annál több, minél több emberünk tud lakást csinálni, annál nagyobb a létszám, és ez minden tekintetben megéri. A további építkezéshez természetesen már a vas szükséges, és a vasat azt hajóval kell elhozni a többi helyről. Ezen a csávon további építés már nem lehetséges, tehát ez a... Az óvoda, az iskola, vagy olyan fenébe szoktam ezt hívni. Annál ezeket nem nagyon lehet följebb építeni. A többi épület, hát az majd kipótolja ezt a hiányt, mert csak ezt az egy épületet nem lehet továbbfejleszteni, de minden mást igen. Szóval ez azt jelenti, hogy fogom és kiviszek ide egy házat, akkor ezt visszakötöm ide, stb. Tehát majd ezt egy kicsit később. A legelső forduló az a vas. És a vasat azt be kéne hozni, mondjuk onnan. Az a helyzet, hogy itt egy kicsit mellé, mert itt nincs vas. Nem emlékszem, hol a vas. Meg kell nézem a térképet, mert nem emlékszem, hol a vas. Hát nem itt van, hanem jobbra egészen. Egészen jobbra van a vas, úgyhogy el kell mennem egész jobbra. Ott van, né? Most valamiért egy picit tisztább az idő. Ez szó szerint a játék egyik legtisztább idője. Szóval nehéz ügy. Na mindegy, szóval az a lényeg, hogy a vasat, amit itt látunk, nyers vasat, azt itt a helyszínen meg kell olvasztani, acélt kell belőle csinálni, stb. És hajón továbbítani. Természetesen az, hogy hajón továbbítani tudjuk, az hajót kell keríteni. Most egy ilyen helyen körbe kell nézni, hogy hol vannak hajók, és ezeket a hajókat hát valahogy meggyőzni, hogy csatlakozzanak hozzánk, és szállítsák a vasat nekünk cserébe a védelemért és a otthonért, és akkor lesz otthonod, annyi az egész, hogy vasat kell vinned. Na, mindjárt megcsinálom ezt az egészet, most direkt nem építem tovább, ez így per pillanat így egyelőre elég lesz. Amennyire lehet, azért szorosan csinálom, hogy a másik felére, ami itt egy picit följebb van, a másik felére is tudjak majd építeni, aztán jön a kikötő. A kikötő az, ahol koncentrálódik, igen, vas. Tehát ez a csávó vast és embert vinne. Nem örülök neki, mert egy multifunkciós, mindenvivő hajó természetesen sokkal ideálisabb lenne. Kicsit furcsa, mindegy, majd mindjárt megoldom. Tehát amennyire tudom, megpróbálom az összeset bekötni hidakkal, meg a mit tudom énekkel, és a belülről már nem tudok hidat építeni, tehát nem jön ide fa. Ez elég szerencsétlen, hogy nem tudom összekötni őket, mert nincs fám, nincs semmim. Ahhoz keresnem kell hajót, nincs semmiféle hajom egyelőre. Bemegyünk ide. És ide fogjuk. Az a baj, hogy ez nagyon nem ideális. Ez a helyzet nagyon nem ideális, ugyanis a vasat, amit hozok, ezt nem ide kéne bekötni, hanem valahova ide, hogy egyből a főbázisra lyukadjon ki ez az egész, úgyhogy ezen még sokat kell dolgozni, hogy egy olyan Metropolis legyen, ami szó szerint mindent is ellát. Tehát ez így nem az igazi. Mindegy, egyelőre nincs jobb ötletem, ide leteszem a kikötőt, hogy a vas megérkezhessen. Természetesen a vas szó szerint már akadozik, tehát nem jut el a többi helyre. Hát ez így nagyon gáz. Valamit erre ki kéne találnom. Még egyelőre azt tudom kitalálni, hogy bekötöm ide. Azért van így megcsinálva ez a sekély rész, hogy ne lehessen nyélbe egyből bekötni a legfontosabb helyekre, hanem a fát, meg a többi ügyet be kell vinni a vastermelőhöz, hogy több hídon átérkezzen, de ehhez meg szükség van további hajókra. Tehát minden egyes helyzetben, amikor csinálunk valamit,
az valamitől függ. Úgyhogy kicsit be kell nézni. Itt pont van egy hajó. Annal ismerjük föl, hogy kérdője van a feje fölött, és melósokat. Hát, ezzel nem segítettél sokat. Mindegy, elmegyünk, és próbálunk még keríteni ilyeneket. Azonban ide meg kellene egy favivő. Hát, hogy jusson ide fa is, meg ember is. Mert úgy van, ez csak embert visz. Hát akkor vigyél embert. Hát most jobbat elképzelni sem tudok. Annyi előnyöm van, hogy így a bányákat már össze tudom kötni, tehát egyiket a másikkal, és így a termelésük is sokkal ideálisabb lesz. Úgyhogy nem lesz 4-es, hanem 7-es, 8-as, mint tudom én, 9-es távolság. A távolságok azért marha fontosak, mert hogyha minél nagyobb a távolság, annál több hídon keresztül tud átmenni a nyersanyag, ami egyébként marha fontos. Tehát minél több külön bánya van összekötve a többi bányával, annál több a termelés is. Ezt most elrontottam. Ez akkor vicces, amikor az egész bánya teljesen tele van mindenféle többi... Most egy kicsit ez furcsa, mert úgy emlékeztem, ezt már szakítottam. Hajó megint útba van, alig látok tőle. Így van, és akkor innentől már ezek itt mind 12-esek, és 12-es az azt jelenti, mindjárt meg is mutatom, hogyha visszaugrom a bázisra, tehát visszaugrom ide, akkor látjuk, hogy a vas bemegy egész a legmélyéig a bázisnak, és ez nekünk a legjobb a világon, mert mi följebb tudjuk tornászni a tornyunkat egész beteg méretűre. Viszont ha nagyon nagy méretű tornyunk van, akkor a szállítás is sokkal gyorsabban történik benne. Meg ez segítene, egy picit nagyobb lenne, mindegy. És akkor ezeket a épületeket óriási nagyra megnövelve a szállítmányozás is sokkal gyorsabban. Ezt a csávót nem lehet tovább növelni, tehát ez a vége. És még akkor is csinálok ilyen embertelepeket, ilyen lakótelepeket, hogy tudjanak lakni az emberek ilyen tálcákon, mondjuk így. Ez ilyen hülye mondat volt, de nyilván értitek. És minél több az ember, annál több helyen tudok dolgozni. Természetesen ez így még mindig rohadtul kevés, mert annál több az embernek a termelése, az iskola minél több helyre van összekötve. Most ez az iskola kevés helyre van kötve egyelőre, úgyhogy csinálnom kell még további házakat. Lehetőleg olyan helyekre, ahol le tudok ide nyitni, így valahogy. Tehát most próbálok egy ilyen nagy kört megtenni. Ez most marha jól néz ki, de nem így terveztem, mondjuk így. És akkor ez a csávó lesz majd bekötve ide a favágókhoz. Ezt egyelőre ezzel kell tovább csinálnom, mert... Kicsit meg kéne fordulni, igen. Ez a kör jelzi egyébként, hogy de idegesítő helyen vagy. Hogy meddig éri el a favágó... Hoppá, azt majdnem elrontottam. Hogy meddig éri el a favágó a... Hát azt a barna színű képződményt, hogy nevezzük fának, jó? És csak a sekély területekre lehet letenni a favágót, mert a többi helyre, a mély területre, oda csak kikötőt lehet csinálni, és a kettő között elég egyértelmű különbség van, hogy az egyik jó nekünk, a másik meg szó szerint, hogy rossz nekünk. És ugye minél több favágunk van, minél több favágó van összekötve, minél több favágóval, annál több a termelés is, az nekünk úgy marra jól lenne, de nem tudok letenni egyet se. Mikor teszünk ide egyet... Pont természetesen pont... Indulj már! Pont közé nem tudok letenni egyet se. Talán ide, nem tudom, talán ide mellé. Úgyse fogja beadni. De beadta, nagyon jó. Egyet ide. Nem baj, hogyha alatta vannak lakások, alatta vannak mindenféle egyéb kiegészítő dolgok, mert azok ugyanúgy működnek. Tehát most az, hogy fölöttem van egy fűrésztelep, és ilyen napon vágják a fát, én attól tök nyugodtan alszom. Nem zavar semmit, hát a játék még nem ennyire mondjuk így komplex, úgyhogy... Úgyhogy nem 22-es lesz a fának a termelése,
Na ide már nem tudom építeni, mert már maga az erdő van, amiben nevezzük erdőnek. És akkor ezt a csávót kötjük amennyire lehet mindenhova, azt nem bírom bekötni, az se. Nem tudom, ide nem jön fa! Érdekes, hogy őszinte legyen. Na végre. Szóval meg kellett várni, míg ide elér a fa, vagy mi van? Ez rossz ötlet volt. Gyorsan le is töröltem. Igen, tehát hogy mindent érdemes mindennel, mert ha fordítva van, akkor nekünk az nem jó. És ugye a fa pont hogy útban van, egyébként itt mellett el tudna jönni, de most ezt engedjük el. Ó, de rossz ötlet volt, ez egy plusz város, ami nekünk most rohadtul útban lenne. Úgyhogy ez a 25-ös termelés, ez már jobb. Nem tudom, nyilván kihagytam egyet-kettőt. Nem tudom, talán annyira nem fontos, vagy nem tudom. Ez a csávó alig van bekötve pár helyre. Így viszont már 19 az embertermelés. Ami egyébként szerintem vicces. Kösd össze ezzel is. Talán még ezzel be lehet, így van. És innentől volt a... Hát ez itt már mind piros. Ja. Na, úgyhogy ezeket a srácokat, amik itt vannak a szélén, ezek mindennel le vannak látva, és az azt jelenti, hogy ide már óriási nagy alapzatokat, városokat, hát ilyen felülkarcolókat, ilyesmiket lehet építeni. Na, mindjárt tovább fogok menni, mert nem erről szól az egész, hogy hova tudsz mekkora felülkarcolót építeni, és az anyagellátás, és hogy ezt kikapcsolom-e. Elég kénytelenül néz ki. Hát igen, ez azért van, mert még nincs egészen kész a játék. Csinálunk egy pár szintet. Mi az, kevés? De furcsa, kevés volt. Jó, megcsináljuk ilyen körforgóba. Utána még tovább építjük. Nagyon-nagyon sok vasunk van. És akkor ez egy ilyen felőkarcolónak is elfogadható. Ha kétszer csinálom, akkor plusz ilyen tálca lesz. A tálca azért nagyon jó, mert ott még emberek tudnak lakni, tehát... Az nagyon jó, de ahhoz kell legyen egy bogyó. Ha nincsen bogyó az épület szélén, akkor tálcát sem nagyon rak. Először főhúzza a bogyót, és utána jön a tálca. De az a lényeg, hogy az emberkéknek ilyenkor van egy tálcája, ahol tud lakni, és... ez marha kényelmes. Hatalmas... mindjárt csinálok ide egy csupa háromszögekből álló ilyen védelmi erődöt. A háromszögek azért ilyen viccesek, mert azok szó szerint... Menj majd nem. Ha támadnak minket, már pedig erre is lesz példa, ha támadnak minket, akkor nagyon jól jön, ha van egy-két ilyen erőd jellegű épületünk, mert azt nem tudják lelőni. Tehát hiába jönnek sárkányok, amit azt külön megmutatom, ahhoz el kell menni kalandozni, hogy meg tudjam mutatni, hogy miféle sárkányok jönnek, és az miért káros az egészségre. Előfordul bizony. Na, csinálok pár ilyen bogyót, nem tudom mi ez, hogy legyen tálcánk. A tálca, azt mondtam már, az arra való, hogy az emberek itt tök jól el tudjanak héderelni. Na, itt a másik, ezt se csináltam még meg. Ez az utolsó, jó, és utána elmegyünk kalandozni. Nagyon fontos a kalandozás, mert a kalandozások alatt derül ki, hogy hol van az impérium, hol ki lakik, kikkel akarsz jobba lenni, kikkel nem, kiknek kéred a szolgáltatását, kiknek nem. Ide még dobunk egy párat. Ott aztán van vasbőve. Csak egy pillanatra kapcsoltam, hogy lássam, hogy mennyi vasunk van. Mert hogyha ide is teszek tálcát ezekhez a pupokhoz, és utána építem föl, amennyire lehet, belelóg egy kicsit a kőbe, de hát ez szó szerint megtartja, úgyhogy nekünk nagyon jó az. 2, 3, 4, 5
És akkor ide tálca, ugye? Igen, tálca, tálca, tálca. És akkor így, így mindenkinek van. Béna egy virág lett, de hát nyilván értitek a koncepciót. Idegesít a repülő, hogy ott van. Így. És akkor tálca. Hát benne a kőbe, de őket ez nem zavarja, izgatja, úgyhogy nincs itt semmiféle gond vagy probléma. Akkor ide is tehettem volna tálcát. Mindegy, ebbe csak négyet teszek akkor. Ez kár volt. Igen, akkor újra építi, igen. Na, és akkor innentől ezt a csávot át lehet hidazni. És a híd az fölül megy... Ops, nem látjátok annyira, mutatom inkább itt. Hogy a híd az fölül megy. És minél föntebb van a híd, minél magasabban van a híd, az annál gyorsabban szállít. Tehát a legtetején lévő híd nem számít hídnak, mert olyan gyors, hogy nem von le egy hidat a szállítmányozási távolságból. Ami marha jó. Na. Ezeket is érdemes jobban bekötni, mert ez egy elég igénytelen volt. Hogy a kőszállítmány az még jobb legyen, hatékonyabb, stb. Itt is komolyabb hidak. Sajnos nem látni, mert pont ott van a van egy ilyen terület, és az alatt van a híd, de valamennyire látni, hogy most épült egy ilyen kőhíd a kettő közé, ami hát ezt nem tudom oda bekötni, sajnos. Mindegy, amennyit be lehet kötni, akkor ezeket már fejlettebb hidakkal kötjük be. És akkor az de jó. Így sokkal komolyabb a szállítás. Na, gyerünk kalandozni, mert van ugyan mindenünk, tehát melós, fa, kő, vas, de természetesen hajunk az nincs. És ezt az egész világos színű területet el tudjuk foglalni, hogyha ügyesek vagyunk. Hoppa, té kérdőjel. Természetesen az előbb nem volt itt, ez a játéknak a saját hibája. Ez most spawnolt ide. Captain Johnson menekülteket hoz. Felbővíti a Freehouse klubnak a hatását. Egyébként el tudjuk utasítani, de butaság, mert nagyon jól jön egy kis plusz létszám. Úgyhogy ezeket a srácokat itt egy kicsit leradírozzuk a shift-tel, mert maga az épület nekünk nem nagyon kell, de a melósok át tudnak jönni. Már lakásuk is van, szó szerint van, ahol lakjanak, stb. De nem olyan gáz. Na, lássuk a térképet. Itt látjuk a térképen, itt már is van egy kérdőjeles hajó, és a kérdőjeles hajót vas és kő, ezeket a srácokat egyből be tudjuk fogni. Azt akartam még mindenképpen megmutatni, van majd olyan, hogy sima kérdőjel, azt most valamiért nem látok. Mondjuk sajnos nem látok. Kezdjük innen, menjünk vissza a bázisra. Megpróbálok egy olyat látni, hogy köd, fekete füst golyó. Ha fekete füst golyó van, akkor az alatt egy olyan parancsnok van, egy olyan kapitány van, akit egy épületbe be lehet tenni. És hogyha az épületbe be lehet tenni azt a csávót, ez szerintem nem az. Ott mögötte szerintem az az, hát nem tudjuk, meglátjuk. Itt átmegy, ez semmi, ugyanúgy város. Itt kettő város is van egymás mellett, ami marha vicces. Salvage Imperium Influence. Itt egy másik van. Ez az enyém, a sajátom, persze. Johnson kapitánya meg a többiekkel. De ezzel nem tudom mit kezdik, de tényleg semmi értelme, hogy ez most így itt van. Mert nem megyek vele semmire. Tehát egy tornyot maximum meghagyok, vagy ilyesmi. Többi az megy a levesbe kb. És akkor egy tornyot meghagyok, azt úgyis egy idő után eltűnik. Nem ez a fontos. Megpróbálom megtalálni... Itt egy hajó. Ez mondjuk nem olyan jó, de... Ott van. Jó, ez a széles képernyő, hamar ki lehet szúrnia. Nem biztos, hogy jó irányba megyek. Így van, teljesen rossz irányba megyek. Erre kell menni. Egy olyat keresek szó szerint, ez csak egy sima hajó. Szó szerint egy olyat keresek, ahol szürke, fekete köd van. Vaskő, ez mindent visz, ez nagyon jó az a hajó. Szó szerint egy olyat keresek, ami füstben van burkolózva. Azért jövök vissza mindig ide a térképre, mert abban reménykedem, hogy valahol elém kerül egy ilyen.
Ott van, ez az, nagyon jó. Na szóval, ahova most megyünk, az egy fekete szürke füst valami. Ez pont egy város, a franc egyemek. Mindjárt kerítek akkor egyet. Oké, ez gyorsan eltűnt. Azt hittem egyébként több részből fog állni, de hát ez nem nyert. Ja, a hajón fölül van egy ilyen sárga nyíl, az mindig azt mutatja, hogy merre van a bázis, amivel kezdtem, tehát a iskola, vagy óvoda. Egyszerűen nem tudom, hol keresse. Ott van valami... Nem tudjuk. Oda kell menni, meg kell nézni. Minden egyes fekete füst golyó segít. Az csak egy sima hajó. Francba. Azért kellene mindenképpen nekem egy ilyen, mert egyrészt ad wingment, tehát még egy repülő, ami egyfolytában itt megy mellettem, vagy ad egy sárkányt, ami itt megy mellettem, vagy ad egy kapitányt, vagy mindet ezt így egyszerre. Lighthouse. Na hát ez milyen béna. Ez a csávó ad egy... nem. Ez nem az, amire én emlékszem. Úgyhogy ez nem az. Mindegy, ezeket a tornyokat így leszedjük, hát a többi... Ó, bakker. Menj már oda! Ez az. Úgy látom, ez egy épület. Ezt így hagyom. Na mindegy, szóval megyek tovább, mert mindenképpen meg akarom mutatni nektek ezt a füstgolyót, ami igazából a legtöbbet segíti szerintem a játékba. És hogyha az minden négyzetkilométerre lenne egy, hát annak azért örülnék. Valamennyivel ritkább, igen, de hát nyomogatom a térképet. A többiek, ha meglátják, úgyis szólnak. És én itt vagyok alul, de viszont ide, mert itt van egy sima hajó. Na, azt akartam mondani, hogyha... Opa, ott lesz valami. Eltűnt. Ó, bakker! Itt volt mellette egy másik. Hát ez most idegesítő volt, hogy hangja. Itt van. Itt egy kérdőjel. Remélem ez az lesz. Visszajövök ide. Itt van a fekete füstünk. Na, kíváncsi leszek, hogy mit fogunk kapni. Ez olyan, mint a most nyertékkártya. Igen. Egy kapitány és az ő sasai. Ezek nem sima sasok ám, tehát ezek ilyen lézeres, meg géppuskás sasok, és ezek egyfolytában segítenek, hogyha találkoznék a csúnyákkal, amiket sose lehet tudni, hogy hol talál az ember. Vannak ilyen területi pontok, ahol gyakrabban előfordulnak, de így is nehéz ügy, mindegy. Na, visszajövök ide a bázisomra, és az egyik épületet nekiadom. Az egyik épületet nekiadom, az azt jelenti, hogy egy jó magas ház kellene neki, ami... mondjuk legyen mondjuk valahol itt a... így. Tehát ezt az épületet, amit itt látsz, minden ele van látva, tehát borzasztóan föl lehet fejleszteni, ami nekünk nagyon jól jön, természetesen. És... kicsit húzzál már bele. Itt lesz mellette természetesen favágók is lesznek. Ez most a elképzelés. És akkor ezt a házat fölhúzom a felőkarcoló szintre, tehát a egyik legmagasabb szintre, és akkor neki lehet adományozni, hogy tessék, itt van, azt vigyed, mert hát az milyen vicces. Ez nem tudom, miért van itt ez a pici fa izé itt. Vagy itt is van egy fa vágó, mi a franc folyik itt? Mondom őszintén, ezeket a részeket most így nem értettem. És hogyha kő, akkor kőből lehet építeni a következő részeket. Na, jó van. Tálcát. Jó? Kérünk tálcát. Itt legyen jó sok tálca, mert ha van jó sok tálca, akkor jó sok ember elfér. Mindenki csinálja a saját kis házikóját, ami marha jó. És akkor még tovább a emelés. Ja, szép nagy ház lett, jó van. Utána már csak egy igazi kapitányi csávó kell majd ide, amit valamiért nem találok egyelőre.
Jó, hát nincs több. Ennyi, ezt a háromat tudja. Jó, elmegyünk és hozunk még egy fekete füstgolyót. Természetesen ezekre a világos zöld sekély részekre, amiket mondtam, az egész várost be lehet ide építeni, úgyhogy, wow, ti mit csináltok itt? Ilyen buták hagytok. Érdekes már. Ó, te. Nem ugrik át, na végre. De hát ez ilyen. Ja. Na, menjünk tovább, keressünk tovább fekete kockákat. Fekete füstöket, nem tudom. Van még? Nincs. Fenelje meg, nincs. Kár. Kár, mert itt van egy sima hajó. De ezeket mind elfogadjuk, mert marha kényelmes az, hogy rengeteg hajón van, és akkor sok kikötőt csináltok, ha éppen mondjuk így hozzakedve. De akkor is a fekete füst az, ami a legtöbbet segíti. Úgyhogy meg is keresek még, hát ha találok. Igen, hát ez totózás. Egy idő után ad, persze. Itt van még egy hajó, pont mögöttem. De ez sima hajó. Így hol forognak a szélmalmok. Érdekes, mert az egyik se szélmalom. Mindegyik fűrésztelepszerűség. Kő és... Ez miért kérdőjel? Ja, ez a világító torony, ami az előbb eltűnt. Na, az a lényeg, hogy unikum épületet ad. Az azt jelenti, hogy... építhetek világító tornyot, ami marha frankó. Elvileg, itt jönnek a szánsegédek, ugye, amit az előbb elfogadtunk. A sasok, meg a többi. És be kéne lökni egy olyan helyre. Mi van veled? Hát ő most biztos, hogy nem fog kizni, mindjárt le is bontalak. Kikötőt, világító tornyot, mondjuk oda a másik oldalra. Ide bedobok egy világító tornyot, mondjuk ide. Nem jó. Egyszerűen nem jó, mert innen kell elindulni. És ahhoz, hogy innen elinduljunk, ahhoz ez kell, hogy ezt lássuk. Ha valahogy így. Ez az. És akkor itt lesz a világító torony. Tehát egyre közelebb jövök a másikhoz, itt már ugye át lehet kötni, ami óriási előny. És akkor innentől jön a világító torony, mondjuk ide. És ez a torony, ez egy unikum torony, tehát ez nem csak úgy melámmal van, hanem elvileg ebből egy ilyen unikum valami lett. Nem az lett, amire vártam. Hát ez rohadtul nem az lett, ez elég nagy csalódás a számomra. Úgyhogy viszlát. Tehát ez csak egy sima második óvoda, ezzel nem vagyok előrébb. És így ez nem is tetszik nekem, úgyhogy ide ledobom a kettő közé az óvodát. Mert nem az óvodát akartam ledobni, hanem világító tornyot. És én azt hittem, hogy én rendben vagyok, mert le van kötve még a jövő hét is. De nem, mert ez csak egy óvoda, amit alig lehet fejleszteni. Mondjuk így elég minimálisan. Csinálok pár ilyen tálcát, aztán már megyek is tovább, mert nem ez volt a lényeg. Megy. Ezt egyáltalán nem lehet tovább fejleszteni, tehát ez elég idegesítő. Több tálca van, meg mit tudom én, ez tök jó, de nem ez volt a cél, hanem hogy legyen világító tornyunk. Közben itt jött egy hajó. Azt meg el kell fogadni mindenképpen, mert eltűnik. Jó, és akkor... Ude idegesítő ez a villogás. Ez a villogás az azért van, mert én buta, én ott felejtettem ezt. A világító torony maradhat. De ott felejtettem ezt, és ez... Inkább letörlöm ezt is. Viszont az a helyzet, hogy itt van egy kérdőjel. Az előbb vettem észre. Úgyhogy ezt gyorsan föl kell venni, mielőtt megszűnik. Game Commander Monster Influence, ez nagyon jó. Kaptam sárkányt, meg még 4 sast. A sárkány is ilyen lézeres sárkány, tehát nem ilyen alap
standard sárkány sima tűzokádás, tehát ez nem pálya. Közben a tálcán megjelentek az emberek, elkezdtek ott lakni, ami szerintem marha jó. Tegyük ide, valahova, nem tudom, így. Meg kéne jelenjen egyébként a... ez az! Ezt akartam mondani, hogy a világító torony az meg kéne jelenjen lassan, mert hát az kell. Az rohadtul kell, nem ér el odáig, mert ott már víz van. Jó, mindegy, ezt így elengedjük. De az a lényeg, hogy innen is, a világító toronytól is, visszafelé is tudok építeni. Amennyire lehet, nem tudom. Nem bírta, de megcsinálta. Nem mindegy, hogy mit honnan építünk be, mert van ahol lehet, van ahol nem lehet. Kicsit ilyen nehézkes, mindegy. Nem engedi. Ez így elég gáz, úgyhogy ezt egy picit följebb tesszük. Mégpedig a következő trükkel, hogy ide teszem, és akkor... Ez így meg nem éri el ezt a csávót. Ó, te! Na jó, akkor csináljuk máshogy. Úgy kell kilegózni azt az egészet, hogy... valahogy így kéne, de ez meg nem éri el, tehát innentől... Ó, te! Ide. Megpróbálom ezt így, hát ha eléri. El. Így van, mert ha eléri, akkor erre természetesen továbbiakban is szükséges, ezt be tudom jönni ide. Na, úgyhogy ha ilyen trükkökkel is, de meg lehet oldani a dolgot, ami szerintem nem olyan gáz. Ahol kék, ott tudnak hidat építeni, és hát az mindig jó. Az nagyon jó. Na, világító torony tök jó megy, de már nem fejleszthető. Ez ilyen saroképület, tök jó. Hát ezt így valahogy így képzeltem én el. Innen, hát ezt nem. Inkább így valahogy. És akkor ezt sem. Hanem innen megpróbálom, nem lehet mi. Udegász. Kár, hogy nem lehet. Mindegy, ezeket a háromszögöket így föl lehet építeni, ami nem olyan gáz. Egész vállalható. Érdekes, egymás mellett kettő. Három. Minél több helyre be van kötve ez a dolog, próbálok ide is betenni egyet, de ez így nem jó. Ez szó szerint nem jó így. Úgyhogy ezt a csávot így kihosszabbítjuk. Nem tudom hova. Rossz helyen vagyok, tehát ez egyszerűen nem jó. Tehát ezt ide, és ezt ide. Tehát valahova ide nekem lehetne tenni valami ilyesmit, nem tudom. Akkor ezt szüntetem meg, ezt. És akkor innentől meg be lehet kötni ide, úgyhogy teljesen jó. Ú, de rossz ötlet volt ez. Na hát, kicsit bénos, ja, a másik. Ide nem lehet építeni hidat. De csak azért nem lehet építeni hidat, mert nem felőkarcolók. Hogyha mind a kettő hatalmas felőkarcoló, akkor hirtelen már is lehet építeni hidat a kettő közé, mert a felső szinteken az anyag könnyebben mozog. Szó szerint. És ha építek felőkarcolót, ami elképesztő magasság, nincsen alapzat hozzá csinálva, és ez így elég gáz. Nincs hozzá lakóterület csinálva, ami szerintem nagyon nem az igazi. Legalábbis szerintem butaság. Úgyhogy alul is kéne legyen tálca, meg mit tudom én. Azért tényleg ki kéne nézzem valahogy, de ez most egy kicsit elmaradt, hogy őszinte legyek. Ez eléggé elmaradt, hogy őszinte legyek. Na jó, rendben van, akkor ez megvan. De ide még mindig nem lehet hidat csinálni, addig, amíg ezt meg nem magasítottuk, meg nem erősítettük, és nem csináltuk belőle még egy akkora felőkarcolót és bődölet. De az emberek itt a víz közelében élnek, ez annyira nem jó. Úgyhogy ezt egy picit felturbozzuk, mert ez kicsi nevetséges, hogy őszinte legyek. És ide alulra is csinálok bogyókat, meg tálcákat, és amikor ezek megvannak, akkor majd fölülre kerül majd a többi bogyó, meg tálca.
Hadd már ide, hogy? Mert minél több a tálca egy épületen, ugye annál több a... Ez egy egész tűrhető, nem tudom. Egy. A fenébe elkezdett akadozni, ilyenkor ki fog fagyni. Paff, elvesztettem az egész játékot. Na, a játék arról, hát még nem az igazi a játék. Na, ha most visszamegyek a játékba, akkor is azt fogjátok látni, nincs egy darab mentésem se, mert nem mentettem el időbe, nem mentettem 5 percenként, mert nem erre fókuszáltam, hanem arra, hogy a játékot bemutassam. Arról szól a játék, hogy minél több hajót, minél több legénységet kerítsél utána, megteremtsd a saját felőkarcoló bázisodat, ilyen nagy területet, és nem lesz benne semmi. Így van. Teljesen üres. Úgyhogy lehet az egészet előről kezdeni. Nem mentettem el, természetesen ez az én saram, mindegy, most nem menjünk bele. De az a lényeg, hogy amíg még nem építesz semmit, mert te úgy gondolod, hogy nem, full üres az egész pálya, addig el tudsz menni a MAV területre, itt a MAV terület. A MAV területet meg kéne azért mutatnom, mert elég beteg egy cucc, ott így fölfelé folyik a víz, szó szerint antigravitációs víz van. Ott van egy ilyen varázs terület, varázs szobrokkal, azt még megmutatom, mert hát az marha vicces. Meg jól néz ki, tök jó. Amíg nem foglalsz el egy bányát, egy kőbányát, egy vasbányát, egy, úgy értem, vasércbányát, egy favágó telepet, egy nagy valamit nem foglalsz el, addig nem jelentkezik, mint teleportációs pont. Ha akár csak egyetlen bányát beleteszel, akkor onnantól kezdve már, közben megnézem, jó irányba megyünk-e, utána már tudod őket használni, mint odaszületési pont, tehát az egész pályát át lehet teleportálni, mert vannak ott házaid, meg épületeid, stb. Most nincs semmim, tehát nincs egy zöld, bocsánat, egy fekete költ körülöttem sehol, ami gáz, mert így az épületeim sem látják, hogy hol van, hogy hol vannak a fekete kötők, amiben a hajók vannak, szóval itt most lehet, hogy rám fognak lőni itt a MAV területén. Itt már közeledünk, természetesen itt már van a lefelé jövő vízrész. Itt vannak benne jó vastag bányák, meg ilyesmi. Kicsit arrébb megyünk. Stay in the tutorial area. Tehát maradj itt egy bázis. Ez a bázis, ez most nem működik, mert tutoriál. Hogyha a második vagy a harmadik szintet mered megnyomni, azonnal működésbe lép, és mind a 4 sarkára túrretek, hát nem túlzottan kedves fogadtatásban részesítenek, úgy fognak rád nézni, mint a ateista macska a templom egerére, szóval... Hát, mert úgy viselkednek veled, mint egy farönk, tehát tűz alá fognak téged tenni. Nem semmi egy hely, egyébként az egész. Itt nagyon sok bánya van belül, meg kívül vannak ilyen vékonyabbak. Vannak ilyen easter egg-ek, húsvéti tojások itt belül, más világokból, más játékokból, más saga, sztorikból. Nagyon hosszú, sokféle, sok dolog van itt ezen a MAV területen. Valahol van egy itt. Itt van egy ilyen kör is, ide is elmegyünk. Ezt is megmutatom. Az a kör az egyik küldetésnek az egyik része. Kár, sajnálom, hogy nem találtam egyetlen fekete kötöt se. Szóval ez a kör az egyik küldetésnek a területe, hogy ott is ki kell építeni egy bázist. Természetesen jó nehéz, úgyhogy nem véletlenül van ez így megcsinálva, ahogy meg van csinálva. Itt van éppen egy vas terület. Itt az egyik bázisnak a területe, tehát ezeket a sziklákat föl lehet építeni, és akkor ilyen nagy, óriási hidakban, neki ment, óriási hidakkal ezt át lehet hidalni. Szóval itt van ez a terület, és ezen lehet építkezni, mindenféle olyan dolgokat megcsinálni, ami érdekes. Szóval természetesen az első outpostnál, ez nevetséges, tehát ezt nem lehet fölfejleszteni, nincs semmink, nincsen
fa, vas, nincs semmi, csak azért jöttem el ide, hogy ezt megmutassam, ezt a területet, hogy itt mennyi mindent lehet csinálni, ilyen érdekes dolog. Az a lényeg, hogy ide nem lehet kikötőt építeni erre a területre, mert ezek a sasok, vagy mik, nem tudom. Itt vannak ilyen varázs oszlopok a sasok mögött, és akkor ezek valahogy eltaszítják innen a vizet, valami ilyesmi, és akkor valami mágikus helyez. Ez majd természetesen a játék építése folyamán majd kivitelezésre kerül majd. Ez az mondjuk elég gusztustalan, mindegy. De az lett volna az egésznek a lényege, hogy... tessék. Na már is elkezdtem az építkezést, van termelésem, 3 ember, meg 4 fa, hát ez kicsit kevesebb, mint nevetséges, mindegy. Nem tudom, valahogy így érdemes elkezdeni ezt a dolgot, aztán hát csak lesz valahogy, tehát mindegy. Érdekes ez az egész rendszer itt, ami itt van. Na mindegy, azt akartam mondani, hogy itt például nehéz. De ottól kezdtem, ott könnyű, mert a vas az meg itt van hátul a fenébe. Amit ugye mutattam az előbb. Szóval ez most itt tényleg nagyon bénán fog kinézni. Mindegy. Itt a vas. És akkor a vasat valahogy innen kéne elhozni hajón, mert ugye ahhoz, hogy átvitt itt a sok kövön, ahhoz rengeteg minden kell. Na, a játéknak nagyjából ennyi a bemutatója, tehát akit ez a dolog érdekel, hát az menjen föl a Discordjára ennek a játéknak, és akkor próbáljon igényelni CD kulcsot. Március 15, azt hiszem ez az időpont, amikor annyira előre fog haladni ez az egész, hogy hivatalos demo lesz ebből a játékból. Úgyhogy elvileg bárki tudja majd játszani, és nem kell oda menni és kuncsorogni a CD kulcsokért. Természetesen rohadt messze van a kőbánya, tehát ez valami nevetséges. Mindegy, tehát ennyit nagyjából a játékról, akit érdekel, az kérje el, vagy várja meg a március 15-ét. Köszönöm, hogy figyeltetek, és hát sok munka van még ezzel a játékkal, néha kifagy, néha ilyen, néha olyan, érdemes sűrűn menteni, de szép, a szép.